1881 és 84 között 3 év alatt készült el. Néhány hónappal ezelőtt komoly érdeklődés mellett tartott előadást dr. Reisinger János a Városi Könyvtárban. Akkor Munkácsi Krisztus trilógiája a Biblia tükrében címmel dr. Reisinger János irodalomtörténész bemutatta a festő Munkácsi életét, kiemelten foglalkozva a Krisztus trilógiával. Március közepén az előadás sorozat folytatódott, ezúttal az előadó azonban kizárólag a trilógia egyes képeivel foglalkozva tartott, vetítéssel egybekötött képelemzést. A háromrészes sorozat első alkalmán az előadó a Krisztus trilógia első képét, Munkácsi Krisztus Pilátus előtt című alkotását mutatta be. Az előadás sorozat ezután az Ecce Homo-val folytatódott. Most elérkeztünk a sorozat záró előadásához, a Krisztus trilógia befejező képéhez, a Golgotához. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóságot. Innen indult ki a trilógia, tehát Munkácsi soha nem festett se bibliai, se vallási témájú festményt, de 1878-ban, amikor ezt kiállított, ezt a Milton című festményt, ennek olyan hatalmas hatása volt, a párizsi világkiállítás aranyérmét szerezte meg, mert tényleg egy nagyon meleg tónusú, nagyon elgondolkoztat, egy vak ember, ahogy a lányainak diktálja, és az idősebb kislány le is írja ugye az elveszett paradicsomot. Milton évforduló volt Európában, és az ünnepségek hatására fogta meg az ecsetet Munkácsi, de ez valóban nagyon sikerült képe Munkácsinak. A síralomház és a műteremben után ez röpítette őt a világ első számú helyére, festői helyére. Aki megvette ezt a festményt, az végigvitte Európán, és olyan nagy volt a sikere, Budapestre is eljutott egyébként. Zédelmeier úr azt mondta Munkácsinak, hogy hát Munkácsi úr mégiscsak az európai történelem leghíresebb alakja Jézus Krisztus, miért nem ő róla fest ennél sokkal nagyobb szabású festményt. Ugye tetszenek már ismerni, mert sokat idézem, mit mormogott Munkácsi a bajszolat, hogy szent képet nem föstök. Mondta a magyaroknak, ugye, mert az Zédelmeierrel németül kellett beszélnie, de a magyaroknak azt mondta, ott elég nagy magyar kolónia volt Párizsban, hogy szent képet nem föstök. De aztán annyira ment a dolog, hogy mégiscsak meggyőzte őt Zédelmeier egy Fra Angelico festménnyel, hogy egy nagyon feszültségteljes, jelentőségteljes témát dolgozzon fel, és így került sorra, hogy 1878 és 81 között 3 év alatt a tiszta megfestési idő az 10 hónap, létrehozta ezt a 26 négyzetméteres óriás képet, a Krisztus Pilátus előttöt, és ennek ezt is végigvitte Európán Zédelmeier, és ennek olyan óriási sikere volt, hogy aztán mindenki azt kérte, hogy a folytatás el ne maradjon, és megfestette a folytatást, amit Golgota címen ismer az emberiség, de Munkácsi más címet adott neki. A mai előadáson majd meglátjuk, melyik címet. Ez 1884-ben, tehát az előző után 3 évvel készült el, és most már mind a két képet vitték Európa fővárosaiba, és mindenki azt követelte, hogy legyen egy harmadik festmény is. Hát mi legyen a harmadik festmény két ilyen téma után, vagy a feltámadás, vagy a mennybe menetel. Munkácsi ezt nem meri megfesteni, mert egyrészt fél attól, hogy az emberek nem kíváncsiak ilyen témákra, másrészt meg egy feszültségteljes sorozatban az a harmonikus téma nem is illik. Visszatér Pilátusnak a második kihallgatásához, és 12 évre rá, ez is mutatja, hogy mennyit tétovázik, meg közben a betegsége elhatalmasodik, más megrendelések jönnek, mint a ma országházban látható magyarok bejövetele vagy honfoglalás, Bécsi Múzeumnak a mennyezet freskója, és 1896-ban készült csak el az Ecce Homo, Munkácsinak az utolsó festménye, ezzel nagy alakú festménye, ezzel lesz trilógia a trilógia, tehát így áll össze a három Munkácsi festmény. De mi nem ebben a sorrendben tárgyaljuk, azért nem ebben a sorrendben, mert ahogy összeáll ez a trilógia, nyilván a tematikai sorrend a kötelező. Tematikusan pedig ez az első festmény, tehát a Krisztus Pilátus előtt, ez a második festmény, a
második kihallgatás Pilátus előtt. Ezt a kettőt már itt elemeztük Dunaharasztiban, és ma a legnagyobb festményre kerül sor, és ez a nem 26 négyzetméter, mint az előzőket, ez 34 négyzetméter, tessen kell gondolni. Valami óriási festmény ez, 34 négyzetméter, jelen pillanatban Pák Imre tulajdona, és tárgyalások folynak közte és a magyar állam között, hogyha a magyar állam megveszi, akkor most már a magyar államnak, illetve Debrecen városának örökletes tulajdona lehetne a három kép. Ha ez megtörténik, akkor júniusban tessenek nézni majd a www.oltalomalapítvány.hu honlapon. Én mindig ingyenes tárlatvezetést indítok Debrecenbe. Ezért is árasztam le a könyvemet, hogy mindenki elő tudjon erre készülni. Már ajánlottam szíves figyelmükbe, hogy ez most nem, mint a könyvesboltokban 6000, hanem 2000 forintba kerül ez a részletes elemzése a trilógiának, és most a mai alkalommal rátérünk a legfontosabbnak ítélhető festményre, a Golgotára. Munkácsi 1881 és 84 között festette, még az előző festmény redukcióján dolgozott, mert ugye Munkácsi tudta, hogy ezeket a festményeket el fogják adni, hát a maga számára azért lementett belőlük valamit. Ez a kis redukció, ez pár négyzetméteres, mint tetszenek látni, egy osztrák-magyar festőnek az alkotás, hogy Munkácsi a párizsi műtermében ül, és ezt készíti. Közben azért eljön Budapestre a második festmény bemutatójára, illetve még az első festmény bemutatójáról való ez a rajz, ahol az ország vezetői Munkácsit köszöntik, megilletődötten állott és hallgatja a köszöntő szózatokat, és persze mindenki kéri, hogy az első festményt folytassa, és ez az első rajz, ami fennmaradt, az első vázlata, de már ebből lehet látni, hogy Munkácsi megint nagyon magasra állítja a mércét. Miért? Ez a második rajz, itt is lehet látni, hogy magasra állítja a mércét. Nem egy festményt fest egy képmezőn, hanem kettőt. Külön akarja ábrázolni Jézusnak a szenvedését, kereszthalálát, a megváltást. Azért tesz ilyen félköribbe a latrokkal, hogy kisebb helyen férjen el, tehát egyharmadosan elférjen, mert ha síkba helyezné, akkor legalább bejönne felesre. Ő pedig ezt nem akarja, mert sokkal nagyobb nyomatékot akar adni a másik kétharmadnak, ami itt van balra. Ez a színvázlaton már látszik, ugye a rajzok után jön először a színvázlat, tehát itt már világos Munkácsinak a szándéka. A bakó vagy a hóhér a térelválasztó tényező, a maga kék ruhájával ki is ugrik itt a színegyüttesből, viszi a vállán a létrát, és ő választja el a két jelenetet, mint egy. Itt van az emberiség megváltása, egy római katonával, János apostollal, Máriával, az édesanyával, Mária Magdolnával, őrá majd kíváncsiak leszünk, hogy ő ki lett ez a hölgy, a jobblatorral, a ballatorral, és mondom, a hóhér még egy ilyen álmélkodó fiatalember, de ő már inkább a baloldali részen van. Ezt külön is megfestette Munkácsi, amit itt tetszenek látni jobb oldalt. Nem tudom, hogy valaki tudja, hogy ez melyik festménye. Ezt külön is megfestette. Andrássy Gyula özvegye kérte Munkácsit, hogy a férje mauzóleumában, ami Terebesen van, ma a Szlovákia területén Trebišov névre hallgat, ha eltetszenek menni Sátoraljaújhelyen át a határon, pár kilométerre, ez a Terebesi kálvária, csak ennyiből áll, ez a jobb oldali rész, Terebesi kálvária, egy különálló Munkácsi festmény. Itt azonban a Golgotán, vagy majd látjuk, hogy mi lesz az ő által adott cím, Munkácsi nem csak azt akarta megfesteni, hogy Jézus hogy hozza meg az áldozatát az emberiségért, hanem még egy nagyon fontos dolgot, ami senki festőnek nem jutott az eszébe. Hogy tudnilik, van a Bibliában egy nagyon fontos részlet, Pál apostol első korintusi levelének első fejezete. Mindenki számára ajánlom, hogy tessenek elolvasni. Első korintusi levél első fejezete, amelyben Pál apostol azt a kérdést veti fel, hogy Jézus halálához hogyan viszonyul az emberiség. És azt mondja, hogy háromféleképpen viszonyul.
Az egyik része az emberiségnek bolondságnak tartja ezt az egészet. Itt lesz majd ezeknek a csoportozata, majd a végleges képen ki is fogom nagyítani. Bolondságnak tartja. Mintha mai emberek is azt mondják, hogy hagyjál békén engem vallással, meg hittel, meg Biblián, engem ez nem érdekel. Vannak ilyen emberek, nem? Nem csak Magyarországon, az egész világon. Hagyjál békén, hogy 2000 éve mi történt, az engem nem érdekel. Ez egy bolondság. Most mit akar? Ez egy vallási maszlag, én ezzel nem foglalkozom. Nekem az a fontos, hogy mennyi a pénz, hogy élek, stb. A másik része az emberiségnek, itt van ez a csoport, és még ez a férfi is hozzájuk fog tartozni, ez megbotránkozik rajta. Megbotránkozik. Hogy ez lenne a megváltás, hogy valakit keresztre feszítenek. Mi más megváltót várunk. Ezek vallásos emberek, majd látni fogjuk zsidó, vallásos, előkelő emberek, megbotránkozik. Azt mondja Pál apostol, a pogányoknak bolondság, a zsidóknak botránkozás, Jézus halála, mi akik hiszünk, mondja, mi akik hiszünk, nekünk Isten ereje. És ennek, akik hisznek, különböző alakok lesznek itt, akik most kezdenek hinni, de a fő alak ez az arab lovas lesz. A színvázlaton még barna ruhában van, majd később látjuk, hogy fehér ruhára cseréli át, hogy ugyanúgy kiemelje, mint Jézust. Még egy színvázlatot fest Munkácsi, azért, mert nagyon nehéz volt neki megoldani, hogy déli verőfényben hogyan ábrázoljon sötétséget. Ugye a Biblia szerint délben hal meg Jézus délkörüli órákban, de Isten sötétségbe vonja a Golgotát, Jeruzsálemet, és ugye ezt a csúnya, koponya hegyet is hogy ábrázolja, meg ezt a sötétséget hogy ábrázolja, ezért készített két színvázatot, és most jön a végleges változat. Ez lett a végleges festmény. 1884-ben készült el vele, húsvét vasárnap állították ki Párizsban, és utána Brüsszel, Amsterdam, Berlin, Varsó, Bécs, Budapest elkezdte európai körútját, nem egyedül, hanem ha bejövünk a terembe, egyik oldalon volt ez a festmény, másik oldalon volt a Krisztus Pilátus előtt. Fekete drapéria, lesötétítés, nagyon finom megvilágítás, bementek az emberek, drámai látvány volt. Ott az egyik oldalon a kihallgatás, a másik oldalon pedig már a kereszthalál. Óriási, nagyon nagy átütő sikere volt egész Európában, és ez a siker fölhatalmazta az Zédelmájert, hogy Angliába is átvigye. Angliában még nagyobb sikere volt. Ekkor Zédelmájer vérszemet kapott, fölajánlotta a magyar államnak a két festményt, magyar államnak nem kellett. Fölajánlotta a magyar egyházaknak nem kellett. Erre átvitte Amerikába, jól számított, mert Amerikában volt a legnagyobb, és főleg ennek a festménynek olyannyira, hogy Amerika leggazdagabb ember, aki mélyen hívő vallásos ember volt, egy kvéker ember, Vénemaker úrnak hívták, bement a New York-i kiállításra, meglátta a két festményt, nem tudott mozdulni, ott maradt a bejáratnál, és elkezdett lassan sírni. És azt mondta, hogy ő az egész vagyonát összeszedi, de ez a két festmény nem fog már Európába visszamenni. Azt kell tudnunk erről a festményről, hogy soha festő életében több pénzt nem kapott, mint Munkácsi ezért a festményért. Mai pénzre átszámít ez 6 milliárd forint. 6 milliárd. A másik festménnyel együtt 10 milliárdot fizetett ki Vénemaker, tehát természetesen akkor dollárban. A két festmény Amerikában maradt, az előző és ez. És ő a palotájában, először a palotájában tárolta, de ott tűzütött ki egyszer, majdnem megégett az előző festmény, ezt ő jelzésnek vette, és Philadelphiában a nagyközönségnek kiállította, minden nap látható volt a két festmény, mert az áruházába állította ki. Én emlékszem, már a 80-as években kezdtem előadásokat tartani, mindenki mondta, hogy hát menj ki, hát Philadelphiába nézd meg. Hát mondom, hogy menjek ki először is, nem tudunk kimenni másodszorban, még nincs is pénzünk kimenni. De 1988-ig ez a philadelphiai szupermarket első emeletén fölment az ember, egyik részen látta a Krisztus Pilátus előttet, másik részen látta ezt a Golgotát. Akkor ment csődbe 1988-ban a Vénemaker ház, eladták az örökösök, aukcióra ment, és akkor megvették ezeket a képeket, és a
letétbe adták az új vevők a magyar államnak, és 1995-től, tehát ma 20 éve, hogy a három festmény találkozott. Ez soha nem volt, tehát Munkácsi soha nem látta a három festményt, mert csak az első kettőt látta, és a harmadik már 12 évre leszakadva a többitől. 1995, tehát 20 éve látható a három festmény. Nagyon el kell gondolkoznunk ezen a mai festményünkön, mert ez a festészet történetnek a legrendkívülibb Golgotája. Mert ugye a golgotai drámát azt sokan ábrázolták. Kezdve az olasz reneszánsztól, ahol még csak Jézus van, Mária van, János apostol háromalakos, utána már Massacsónál Mária Magdolna is ott van, aztán jönnek a német mesterek, és akkor már ott van a három kereszt. Tehát ez évszázadról évszázadra a Biblia szellemében egyre részletesebb bemutatás nyer, de ilyen festményre senkinek nem volt gondolata, hogy egy képmezőn az aranymetszés egyharmadával ábrázolja magát a megváltást, és a kétharmadával pedig az a máig is jellegzetes három viszonyulás, hogy bolondság, botránkozás, és akik hisznek, azoknak Isten ereje lesz, Jézus áldozatának a megértése, azoknak erőt ad az életben, hogy igenis Krisztust lehet követni, olyan valakit, aki az életét nem sajnálta, ahhoz teljes bizalommal lehet lenni. Nézzük most a festményt részletről részletre, tehát elindulunk a jobb oldali részből, és látni fogjuk a szereplőket, hogy ki mindenki szerepel itt. A római katona, aki majd megvizsgálja, hogy Jézus meghalt-e, csak hamar ezzel a dárdával fog az oldalába szúrni, ahonnan vér és víz jött ki. Itt jegyzem meg, hogy a mai alkalomra, mivel nem tudtam hozni már abból a folyóiratból, amiben megjelent az amerikai orvosok jelentése, egy nyomdával sokszorosítottam a Jó Hír című folyóiratból egy külön lenyomatot, mert 1986-ban az amerikai orvosok több éves kutató munka alapján egy jelentést tettek közzé, egy nagyon híres jelentés volt. Én abban az időben, a 80-as években erről sokat beszéltem, előadásokat is tartottam. Ez egy gazdagon illusztrált, tehát mindennek utána jártak, még azt is, annak is, hogy hányas szöggel verték át Jézus, hogy nevezték a keresztnek a két ágát, mi volt a felirat, tehát annyira pontosan mindennek utána jártak, és én úgy gondolom, hogy ezt ugye érdemes a mai embernek elolvasni, ezt 100 forintért meg lehet majd az előadás után vásárolni. Ott is benne lesz ez a jelenet, hogy a halált úgy állapították meg, hogy átszúrták az oldalát. Nekik sietetni kellett a halálukat, ezért törték össze a lábszárcsontjaikat. Tudnunk kell azt, hogy a keresztre feszítés az ókorban a perzsák által bevezetett szokás. Borzalmas. Ennél borzalmasabbat csak a törökök találtak ki a karóba húzással. De ez a kettő vezet az emberiség gonoszságai között. A Mohácsi csatamezőn el szoktam mondani, hogy mi volt az a karóba húzás. Mind a kettőnek, a keresztre feszítésnek is, a karóba húzásnak az a bonyodalma, hogy legalább három napig bírták az agóniát. Tehát ez egy lassú meghalás volt. Kiélvezték azok, akik hozták az ítéletet, hogy az emberek ennyit szenvednek. És mivel három napig bírták az emberek, mert oda tettek fát, oda szögeztek, tehát nem szakadt le a test, mert végül is mi okozta a halált? Hogy az ember már nem tudta magát tartani, és ugye három nap alatt ugye az izmok elernyedtek, ment lefelé a test, és széthúzódott a tüdő. Tehát ez egy légszomjon alapuló, fulladásos halál volt. A második helyen van a reformáció idejében, amikor Genfbe reformátusok belefolytattak baptistákat a genfitó vizébe. Az is egy ilyen folytásos halál volt. Szóval van az emberiség történetében néhány döbbenetes dolog. Minden esetre tudni kell, hogy ezek az emberek bírták volna még a keresztre feszítést, de péntek volt, és azért törték meg a lábszárcsontjukat, hogy kivéreztessék őket, hogy gyorsítsák a halált. Jézus esetében azonban pár óra alatt beállt a halál. Azért pár óra alatt, mert Jézusnak a gyors halálát nem annyira a testi szenvedése okozta, hanem az a halál nem, amit a Biblia szerint soha ember még nem élt át. Ezt a Biblia második halálnak nevezi.
az Istentől való elhagyatottság halálának nevezi. Senkit Isten még nem hagyott el a történelemben. Hogy ne kelljen az embert elhagynia, senki embert az ítéletben, ezért mutatta meg, hogy sajnos az, aki azonosul a bűnnel, azt el kell hagyja akkor is, ha a saját egyszülött fia. Ezért Jézus ezért kiáltott fel így a kereszten, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? És ez a lelki szenvedés, hogy akit ő legjobban szeretett, ő elhagyja őt, ez siettette a halálát, ezért tört meg Jézus 3 óra leforgás alatt, különben a többiek, mondom, napokig bírták volna, azért kellett megtörni a csontjaikat. János apostol nagyon kiemelten foglal helyet, különben minden ábrázoláson a vörös ruha mindig János apostolt rejti, ő volt a szeretett tanítvány, a fiatal apostol, hogy meglátjuk, hogy Munkácsi hogyan ábrázolja. Mária majdnem meghal a fájdalomtól, az édesanyja, hogy odaborul a fiának, átkulcsolja a fia lábát. Mária Magdaléna, vagy a magdalai Mária a kezébe rejti az arcát, majd őt is külön látjuk, és majd föltesszük a kérdést, hogy a legkülönösebb személy ki lehet itt, aki széttárt karokkal, mint egy ilyen ujjongó készfejekkel, és valami csodálatosan kinyílt tekintettel néz föl Jézusra. De most nézzük meg sorra a szereplőket. Kezdjük a jobblatoron. A jobblatort nagyon érdekesen ábrázolja Munkácsi, részint azért, mert félkörében ábrázolja, tehát őnek egy bizonyos erőfeszítést kell tennie, hogy Jézushoz forduljon. Ezt a pillanatot ábrázolja. Tudnunk kell, hogy amikor Jézust felfeszítették, mind a két lator szidalmazta. Tehát ezt ne felejtsd, mind a két lator szidalmazta. Ilyeneket mondtak Jézusnak, ha te Isten fia vagy, szállj le a keresztről, mentsd meg magadat és minket is. Hát most mutasd meg, hogy te ki vagy. Hallották persze, hogy Jézus első szava, Jézusnak 7 szava volt a kereszten, ezt mind részletesen a könyvemben kifejtem. Hallották, hogy Jézus első szava mi volt a keresztván. Atyám, bocsáss meg nékik, nem tudják, mit cselekszenek. Ez megdöbbentette őket ezt hallani, hogy valakit, akit kivégeznek, a kivégzőért imádkozik. Hogy atyám, bocsáss meg nékik, nem tudják, mit cselekszenek. És a jobblator, ahogy hallotta ezt, meg látta Jézusnak a nemes viselkedését, egyszer csak odaszól a ballatornak, hogy hát mit gyalázzuk ezt az embert, mi méltán függünk itt a kereszten, mert mi a gonoszságainkért vagyunk itt, de hát ő teljesen ártatlan. És most fordul oda Jézushoz, és Munkácsi ezt a pillanatot akarja ábrázolni, amikor ilyen erőfeszítést tesz, és odafordul Jézushoz, és azt mondja, hogy Uram, emlékezzél meg én róla, amikor eljössz a te országodban. Érdekes, hogy Jézust itt a Golgotán egy valaki, egy köztörvényes bűnöző nevezte úrnak, és egy pogány római százados nevezte úgy, hogy ő bizonnyal Isten fia volt. 2 ember ismerte el Jézust. A többi ember, az utcanépe, a vallási vezetők leszólták, leköbdösték, semmibe vették. Miért mondta ő, hogy Uram, Uram, úrnak nevezte, aki 2 bűnöző között 3.-ként ott függ a kereszten, azt mondja, Uram, Úrnak nevezni. Mert ő bizonyára hallott Jézus tanításairól. Hát ha azt kérte tőle, hogy amikor eljössz a te országodban, ez valószínűsíti, hogy már a 2. eljöveteléről is hallott Jézusnak. A jobblator azt kérte tőle, hogy Uram, én elrontottam az életemet, én méltán függök itt a kereszten. Hát én rabló, gyilkos voltam, én itt végzem, de én fájlalom ezt, én bánom az életemet, én szeretnék más ember lenni, de most már késő. De a Biblia egyik legnagyobb tanítása, hogy ahhoz, hogy más emberek legyünk, ahhoz mi szükséges? A gondolkozás 180 fokos megváltozása. Nem az szükséges, hogy leszálljon a keresztről és kapjon lehetőséget. Az előbb az szükséges, hogy belül megváltoztassa a gondolkozását. Ő megváltozott gondolkozásmódot mutat. És Jézus ezért mondja neki, hogy bizony mondom neked ma, helyes fordítás szerint idézem, bizony mondom neked ma, velem leszel a paradicsomban. Te azt kérted, hogy amikor eljövök az én országomba, te támadjál fel, igen, én megbocsátok neked, az egész életért megbocsátok, igen, én te érted is meghalok, nekem van jogom megbocsátani, mert én az Isten az életemet adom minden emberért, te érted is. Én látom, hogy te igazán megváltoztál. Most nem tudsz leszállni a keresztre, nem tudod kijavítani az életed bűneit, de látom, hogy te szívedben őszintén szembefordultál önmagaddal, mert kedves hallgatók, ez a döntő a Biblia szerint, hogy ki az, aki szembe tud fordulni önmagával.
Ki az, aki be tudja ismerni, hogy rosszat tettem, megbántottam a másik embert, bocsánat, helyre akarom hozni. Ezt ugye nem minden nap halljuk az emberektől. Ha valaki igazán megváltozik, az ha belül megváltozik, annak majd lesznek külső következményei. Jézus előlegezett bizalommal azt mondja, bizony mondom neked ma, velem leszel a paradicsomban. Amikor eljövök, föltámasztalak, ugye a Biblia szerint Jézus második eljövetele az igazak feltámadásával azonos esemény. Tehát itt van egy megtérő emberünk, Munkácsi, mondom, döbbenetes erővel ábrázolja ezt, itt van egy másik megtérő emberünk, ezért is egymás mellé helyezi ezt a két hitre jutott embert, mert ő viszont nem egy köztörvényes bűnöző, de ő egy pogány népnek, Rómának a szülötte, de amit látott csak itt néhány óra leforgása alatt, ez már neki elég volt. Ezért a föltartott kéz, ezért az azonosítás, ezért ez a tekintet, ez az azonosításnak, ez a fölismerésnek a tekintete, ő bizonnyal Isten fia volt. Egészen más azonban a ballator. A ballator fekete haj, fekete szakál, fekete ruha, maga elé néző, ez ágában nincs Jézussal kapcsolatot teremteni. Egyszer egy iskolába vetítettem, azt mondja egy kisfiú, hogy tanárbácsi, ez olyan ez a ballator, ha leszállhatna a keresztről, ugyanott folytatná az életét olabba hagyta. Mondom, igazad van, fiam. Mert vannak emberek, ott nincs különbség ember és ember között, hogy mindannyian rossz dolgokat, elég sokat követünk el az életben. Ott van különbség, hogy ki az, aki fájlalja a rosszat, és ki az, aki igazolja a rosszat. Itt van különbség. Én ott különbséget nem látok ember és ember között, hogy bármelyikünk is hősködhetne, hogy én olyan kevés rosszat követtem el. Mindannyian, így mondja Dávid király a 40. Zsoltárban, hogy annyi rossz dolgot teszünk az életbe, hogy megszámlálnám bűneimet, de számosabbak fejem hajszálainál. Tehát nem, egyszerűen nem tudok. Annyi egy nap során is, hogy hány szeretetlenséget, hány durvaságot, vagy nem odafigyelés követő. Tehát ami nem a szeretetről szól. De ez a ballator, ez ezt nem bánja. Nem bánjuk. Konokul kitart amellett, hogy hagyjatok békén, én azt csinálok, amit akarok, engem Jézus se érdekel, senki, se Isten, se ember nem érdekel. Nem tetszenek valami érdekességet látni az ő ábrázolásában még? Miért vannak itt ezek a kötelek? Ezért érdemes elolvasni ezt a jelentést, mert a jelentés kitér arra, hogy amikor fölvitték az elítélteket a vesztőhelyre, ugye nyilván nem így függőlegesen verték oda, hanem letették a kereszt két részét viszintesen, ráerőltették ezeket az elítélteket, és amikor ráfektették, azután verték át, tehát nem itt, ahogy a festészet ábrázolja, tehát nem itt verték át, mert lezuhant volna a test, hanem itt verték át a csontok, a főverő eret nem sérte, hogy ugye a csontozat tartsa meg az embereket. De hogy sem a jobblatornál, sem Jézusnál köteleket nem látunk, a ballatornál viszont igen, az mire enged következtetni? Hogy őt nem lehetett leszorítani. Őt amikor lefektették, ő mindig felpattant, és úgy kellett gyűrközni. Mondom, én is az orvosi jelentést, amikor a 80-as években először elolvastam, hogy olyan megdöbbenve álltam az egész előtt, hogy mi keresztények mennyire nem gondolunk azzal, ami történt a Golgotán, ezt meg kell ismerni. És ezért őt először leszorították, lekötözték, és amikor már lekötözték, utána tudták odaverni, odaszögezni. Ezért ábrázolja így Munkácsi. Egyébként a félkezemmel meg tudom számolni azokat a festőket, akik így ábrázolják. Gondolom önök se nagyon ismernek. Tehát Munkácsinak még erre is kiterjedt a tekintete, hogy ez a ballator nem fogadta el az ítéletét, ő legszívesebben lepattogzódott volna a keresztől, de hát ezt nem lehetett, így tették lehetővé, hogy egyáltalán föl lehessen szegezni. Nézzük azonban most Jézust. Jézusnak gyönyörű, szép, félaktos ábrázolása, teljesen nyilvánvaló a reneszánsztól, sőt a késő gótikától így ábrázolják Jézust, aminek az a mondani valója, mert ez nem csak egy szép, fiatal, 33 éves testábrázolás, de ennek van eszmei mondani valója is, tudnék az, hogy Jézus nem csak lelkileg volt tökéletes, de testileg is, hogy nem pusztította az életét. Például nem olvassuk azt, hogy Jézus beteg lett volna az életében.
Ugye a Bibliában van 8 alapelv, hogy mi hogyan tudjuk megőrizni az egészséges életmódunkat. Jézus ennek nevében gyógyított, ennek jegyében evett árpa kenyeret mondjuk. Magyarországon sok helyet megkérdezte, hogy ki evett már árpa kenyeret. Hát csak nagyon idősek, akik a háború után visszaemlékeznek. Az árpa kenyér az egyik legolcsóbb, de legegészségesebb kenyér. Ma azért nem készítik, mert hát nincs rajta nagy haszon. A mai világban azt nem készítik, aminek olcsó dolgokat nem készítenek. Jézus árpa kenyeret evett, és hálát adott, és megáldotta az árpa kenyeret. Egy évben egyszer evett mondjuk sült bárányhúst, vagy halat, vagy egyéb más dolgokat, de egyébként Jézus a legpuritánabb életmódot folytatta, és ezért volt egészséges. Tessenek, most is megnézzük, hogy a legtöbb beteg ember a gazdagok közül kerül ki. Akik krumplin, meg babon élnek, meg nem is tudom, egyszerű ételeken élnek egészséges emberek. Tehát így ábrázolja Munkácsi Jézust, ilyen egészségesnek. Volt modellje is, de ő nem volt megelégedve a modelljével, és ezért azt a megoldást választott, hogy önmagát is fölkötöztette, és egy fotó is van róla, hogy Munkácsi a kereszten, és ezt a fotót is kitette festés közben, és hát itt lehet azt mondani, hogy Munkácsi önmagának volt modellje. De nyilvánvaló fölnagyítom az arcot, hogy itt az arcon van a lényeg. És ennél az arcnál értjük meg, hogy Munkácsi miért nem azt a címet adta ennek a művének, hogy a Golgota, vagy Kálvária. Mert most így mondják. Munkácsi a következő címet adta neki. Elmondom, önök is ki fogják találni, melyik címet adta neki. Jézus első szava az volt a keresztván, tehát Atyám, bocsáss meg nékik, nem tudják, mit cselekszenek. Második szava ez volt, bizony mondom néked ma, velem leszel a paradicsom, ezt mondta a jobblatónak. Harmadik szava Máriához, az édesanyjához és János apostolhoz ez volt, imhol a te fiad, imhol a te anyád. Negyedik szava ez volt, hogy éli, éli, lamma sabaktáni, ugye ez a 22. Zsoltár kezdősora. Én Istenem, miért hagytál engemet? Jézus a 22. Zsoltárt mondta el a keresztván, így halt meg. Ha Munkácsi a 22. Zsoltár felől ábrázolná Jézust, mint mondjuk MS Mester, az albumomban ott vannak ezek a párhuzamok, akkor sokkal eltorzultabb arccal kellene ábrázolni. Én Istenem, miért hagytál engemet? Ez a második halál, amikor Isten elhagy valakit, az egy olyan borzalom, mondom, amit senki ember nem ért át, hogy ne is kelljen átélni a végső ítélet nyomán. De ezt Jézus átélte, ezért megváltó. Jézus nem az első haláltól váltott meg, az első halálon mindannyian átmegyünk. Mindenki meghal azóta is, mióta itt járt Jézus a földön, nem? Keresztény is meghal, hívően mindenki meghal. Jézus nem az első haláltól váltotta meg az ember, a második haláltól. A második halál a legborzalmasabb. Én a könyvemben idézem Assisi Ferencet a második haláról, idézem Michelangelo-t a második haláról. 500 évvel ezelőtt ezt még minden keresztény tudta, hogy mi a második halál. Ma már szinte senki sem, az előadás végén szívesen elmondom önöknek részletesen is, hogyha erre valaki kíváncsi. Az ötödik szava Jézusnak ez volt, szomjúhozom. Ugye, mert hát mondom, kiszáradás volt, légszom, hogy szomjúhozom. Akkor először mirhás bort toltak oda neki, de azt elutasította Jézus. Jézus a szeszt ide nem engedte. A halál tusájában az ajkához nem engedte a szeszt. A hatodik szava ez volt, beteljesedett. A hetedik szava pedig ez, Atyám, a te kezedbe teszem le a lelkemet, az életemet. Munkácsi a 7 szó közül az egyiket választotta címéül. Melyiket? Ez mely? Ezen az arcon mi van rajta? Tessenek megnézni, az arc majdnem vízszintes, ez a számadás tekintete. Istenem, én eljöttem, amiért te küldtél, azt megvalósítottam, én legyőztem a bűnt, hogyan? Hogy soha nem követtem el. Hát a bűnt az győzi, aki nem követi el. A bűnnel nem fizikai küzdelmet vívunk, a bűn az egy eszmei, lelki küzdelem. Ki az, aki nem bűnös egy dologban, aki nem követi el azt a dolgot? Jézus soha nem követett el bűnt. Erről ad számot, hogy a hatodik szó beteljesed, ez latinul consummatum est, és Munkácsi ezt írta a festményre. Consummatum est.
Ez ennek a képnek a címe. Ez is mutatja azt, hogy Munkácsi milyen alaposan utána járt a dolgoknak, mert megnézném én azért azt a festőt, aki tudja Jézus hét szavát a keresztván. Önök zenében meg tudják hallgatni csodálatos Haydn-nak a feldolgozása Jézus hét szava a keresztván. Haydn kétféleképpen is zenekarra is feldolgozta, és énekhangra is. Én nekem a legkedvesebb művém egyike Heinrich Schütz feldolgozása. Tudják, hallgassák meg, Heinrich Schütz a Johann Sebastian Bach előtti zeneművészet legnagyobb alakja. Die Sieben Worte Jesu Christi am Kreuz. Az egy döbbenetes 25 perces mű. Nem tudom, hogy itt a hangtárban megvan-e. Heinrich Schütz 1585-től 1672-ig élt. A legnagyobb német zeneszerző a 30 éves háború idején alkotott, és Johann Sebastian Bach mint legfőbb elődjére tekintetett vissza joggal. A zeneművészetben például nagyon nagy téma Jézus utolsó hét szava, festészetben pedig minden festménynél el lehet dönteni, hogy melyik szónál fogva. Például ha én tartok előadásokat MS mesterről, mert mégiscsak a legnagyobb festőnk a középkor végéről MS mester, az MS mester kálváriáján is hosszan hagyom a Jézus arcot, és azt mondja, ez a negyedik szó. Ez az éli lama sabachtáni. És Esztergomban, amikor megnézzük a keresztény múzeumban, oda is megyünk tárlatlátogatásra, ott is hangsúlyozom. Itt azonban Munkácsi nem annyira szenvedés teljesen ábrázol. Van, természetesen van rajta szenvedés. De inkább az, hogy valaki jelent valakinek valamit. Beteljesed. Mi teljesedett be? Az, amit 4000 évvel ezelőtt elmondott Isten az Ádám és Évának a paradicsomban, hogy majd jön valaki, aki asszony magva lesz, asszonytól születik, a kígyó fejére tapos, a kígyó viszont a sarkába mar. Ez az ős evangélium. Nagyon híres bibliai részlet, Genezis 3.15. Ez teljesed be, hogy Jézus ugyanúgy megszületett egy földi édesanyától, Máriától, ugyanúgy végigélte az életet, mint mi, ugyanúgy küzdött önmaga természetével, a körülményekkel, mindennel, soha, de soha nem engedett se gondolkodásában, se szavajárásában, se cselekedeteiben a rossznak, megmutatta, hogy itt a földön az önzés világában is lehet önzetlenül élni. Ezért megváltó, ezért győzelem, ezért lehet őt követni, hogy aki őrá tekint és erőt kér, ez a beteljesedett szó különben a Bibliában nem csak itt fordul elő, ez János evangélium a 19. fejezet 30. vers, hogy beteljesedett. De ez előfordul Jelenések könyvében, előfordul a Jézust követők minősítésében, hogy aki Jézust követi, az bűnt legyőző életre törekszik. Az nem játszadozik a bűnnel. Miért? Mert megért, hogy a bűn juttatta Jézust a keresztre. Hát akkor én most újabb szöget verjek Jézus testébe, átvitt értem, hogy én elfogadom a bűnt. Beteljesedett. Ez egy győzelmi kiáltás. És Munkácsi ezt adta, tehát ez latinul consummatum est, ezt mindenki értette Európában, de mondjuk Párizsban tut et accompli volt a címe. Berlinben es ist vollbracht volt a címe. De érdemes megjegyezni, hogy consummatum est. És Magyarországon is így kellene kiállítani, hogy consummatum est vagy beteljesedett. János apostol ebből azonban nem sokat fog fel. Annyira letaglózvál, és ez is Munkácsi mély emberismeretéről árulkodik, hogy ez egy fiatal ember, fiatal tanítvány, és nem tud kezdeni, nem érti ezt az egészet, nem érti, hogy az ő szeretett mesterét miért ölik meg, de talán azt sem érti, hogy ezt miért hagyja Jézus. Ő még nem érti a megváltást. Ő még nem érti azt, hogy amiért nekünk kellene szenvednünk, az kellett Jézusnak magára vennie, hogy mi ne vesszünk el végleges halálat. Ő még nincs ott azon a fokon, a fájdalom mélyen lesújtja, letaglózva áll. Ha fél profilból is, de Munkácsi remekül fogja meg ennek az apostolnak is a belső állapotát. Ugyanez vonatkozik Mária Magdalénára is. Hát Mária Magdaléna azért van itt ezeken az ábrázolásokon, egyrészt mert a Biblia szerint is ott volt a Golgotán, másrészt meg neki volt a legtöbb megköszönni valója, mert a legmélyebbről őt hozta fel Jézus, múlt alkalommal előre már beszéltem. Ha nagyon kinagyüttem, akkor is lehet látni, hogy milyen gonddal festett
tetszette meg, milyen finom árnyalatokkal a barnának különböző rezdülés, hogy bele is visz még a hideg kékbe is néhány sárga, barna vonat, hogy ő se tud még mit kezdeni, mint János apostol, ők nagyon szerették Jézust, és ha valakit nagyon szeretünk, és mások meg nem szeretnek, és megölik, hát hirtelen az ember ez nem tud mit kezdeni. Nem tud mit kezdeni. Ugyanez vonatkozik az édesanyára is. Az édesanya szinte halotti állapotba kerül. Mint egy oda dől a fiának a lábához, összekulcsolja a kezét, és olyan, mint a halott lenne. Olyan, mint hogyha most ő is meghalna, mert hát a fiát megöli. Ezért nagyszerű Munkácsi részéről, hogy nem elégszik meg Jánossal, Máriával, Mária Magdolnával, hogy ide fest valakit. A Biblia szerint is volt még egy harmadik Mária. Mária Kleofás felesége, mondja János Evangélium. Én azonban az elemzésemben azt mondom, hogy a Kleofás felesége, akiről semmit nem tudunk, itt viszont itt van Mária Magdaléna, és hogy így ábrázolja a két asszonyt Munkácsi, engem arra enged következtetni, hogy Munkácsi itt Máriának, akit alul van, a testvérét helyez ide, aki Márta névre hallgat. Az a Márta, akinek Jézus egykor azt mondta, hogy Márta, Márta, szorgalmas vagy, sokra igyekszel. De Mária a jobbik részt választotta. Most ez a Márta megérti, az egyedüli a jobblator és a római százados között előterében, aki megérti Jézus áldozatát, kinyílik az arca, egy csodálatos arc ez. Föltekint Jézusra, és a kinyílás, a megértés, a befogadás, nekem kellene ott lennem. És ő állt a helyemre. Ez a megváltás csak egy lehetett, a helyettesítés. Amiért nekünk kellene meghalnunk, azért halt meg Jézus. És ezt adja tudtul, mert tudtul adja, mert így szétterjeszti a karját, fölteszi a két, ugye kinyílókt két tenyérrel, ez az ujjongásnak. Az ujjongásnak a gesztikulációja, tehát itt a megértés, az ujjongás, mint azt mondaná, hogy igen, te vagy az én megváltom, te viseled az én bűneim terét, te jöttél el, hogy minden embernek fölajánljad ezt. Azért is érdekes ez az ábrázolás, mert itt látjuk, hogy Máriának a jobb készfeje, milyen feszültség ez is, hogy itt van az ujjongó lelkesedés, itt meg van a közönyös mélabú. Valami kifejezéstelen unott arc, nem? Tegnap is megöltünk valakit, vagyis hát fölfeszítettünk, holnap után is hozom a szekert, szémet, a létrámat. Tehát a bakó, a hóhér, aki, mint aki jól végezte a dolgát, megy ballak hazafelé. Ott van pár méterre Jézustól, semmit nem fog fel. Na, ő vezeti be azoknak a csoportját, akikre Pál apostol azt mondja, hogy a népeknek, ahogy ugye a pogány ilyen szó nincs a Biblia, a pogány, azt mindig úgy kell fordítani, népeknek, nemzeteknek. Hát bolondság Jézusnak az áldata. Viszi egykedvűen a fejszét, és megy haza, neki túl sokat nem jelent ez az egész jelenet. Tehát ezért mondom, hogy innen, ettől a hóhértől, az ámuldozó fiatalemberig, ez is egy fölszínes, hát ámuldozik. Jé, de érdekes. Nagyon fölszínes viszonyulás. Itt meg majd mindjárt kinagyítom ezeket az embereket, hogy milyen kifejezéstelen arca. Ez a csoport a bolondságot megtestesítőknek a csoportja, de nagyon közel van ehhez a másik csoport. Tehát itt van a bolondság, akik bolondságnak tartják Jézus halálát, és rögtön itt egy vallási vezető, aki egy ilyen elhárító mozdulatot tesz, tehát nem fogadom el. Ő pedig megbotránkozik. Ha kinagyítom ezt az arcot, Munkácsnak egy döbbenetes portréja ez is, úgy szoktam röviden mondani, hogy fölnézve is lenézi Jézust. Fölnézve is lenézi Jézust. Mert azt mondja, mi nem ilyen megváltót vártunk. Hát mi úgy gondoltuk, hogy jön majd egy politikailag erős valaki, a rómaiakat kisepri innen az országból, és van egy valami politikai megváltás. Ugye mindig el kell mondani, és Munkácsi is mindig elmondja a festményeivel, hogy politikai megoldás nincsen. Vagy erkölcsi megoldás van, vagy az ember egyénileg, erkölcsileg megváltozik, és akkor, ha a világ nem is lesz jobb, de a környezete azért más lesz,
és majd Jézus eljön, akinek azt mondják a mi atyánkban, hogy jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod, és majd egy új világot fog teremteni, ahol azok az emberek maradnak meg, akik megváltoztak az életükben. De neki eszágában is megváltozni. Ő egy fensőbséges, büszke, vallási vezető tekinteti azt mondja, hát ez egy csaló, hát Jézus egy csaló. Mi őt nem fogadjuk el, nekünk nem messiásunk. A kezével is, meg a tekintetével is a kemény elutasítás, nagyon kemény elutasítás. Van persze puha elutasítás is, van a háttérben a megbotránkozóknak a szelidebb válfaját is, ide festi Munkácsi. A megbotránkozás mindig azért a bolondsággal itt feszültségben áll, még jobban kinagyítom, miféle kifejezéstelen arcok. De a másik csoport nem kifejezés. Ezek gondolkozó emberek, csak hogy a saját maguk gondolkozását teszik mértéknek, nem az Istenét. Ezért veszélyesebb mindig az az ember, aki nem annyira egyszerű vagy tudatlan ember, hanem nagyon képzett, művelt ember, mint ez a két farizeus is, megy haza, ő viszi a szót, magába mélyed. Én évekig küzdködtem ezzel a Golgotával, vagy konszumátum esztel, mert amit én önöknek elmondok, ezt a könyvemben leírtam, de senki nem mondja el sajnos. Nekem is úgy pattant ki a fejemből, hogy ezt a két embert Munkácsi külön is megfestette, és amilyen címet adott a festménynek, azon nyomon kezdtem el elindulni, mert ezt a két embert egész alakos festménybe megfestve Munkácsi ezt a címet adta neki, megütközve. És akkor 4-5 évvel ezelőtt olvastam, hogy Munkácsi azt mondta, hogy megütközve, akkor döbbentem, mert ez a Munkácsi ismerte az 1 Korintus 1-et, ahol mondja, hogy megbotránkoznak. Bolondságnak tartják, a zsidó vezetőkben megbotránkoznak. Már a 4.-5. megbotránkozó arc. Ugye van ez a nagyon erős megbotránkozás, van a másik két ember finom megbotránkozás, ezek pedig masszívan megbotránkoznak, mennek hazafelé, beszélgetnek, ki tudja miről, ők már régen a hátuk mögük hagyták ezt az egész jelent, tehát őnekik már nem kérdés, hogy Jézus nem megváltó, ők ezzel leszámoltak. Ő egy kicsit még szomorkás, nézzük, csak egy kicsit úgy magába töpped, ki tudja, hogy mit forgat a fejében, döbbenetesek ezek a Munkácsi portrék. Ezeket külön is megfestette, el is adta őket, meg is vették, mert mint portrék nagyon megdöbbentő. Innen kiszakítva a képből is megdöbbentőek, hát még a képnek az együttesében. De hogy ne legyen még vége a megbotránkozók csoportjának, ő milyen megbotránkozást testesít meg? Tessenek megnézni. Nagyon ki is emeli Munkácsi ezzel a sárga kaftánnal és a kék ruhával, de kinagyítom az arcát. Mi van ezen az arcon? Kétségbeesés, aztán ki elől fut? Nem önmaga elől egy kicsit? Nem aki már egy kicsit fölismer dolgokat és nem akar szembesülni? Hogy talán a lelkiismerete már jelez, hogy talán ő a megváltó, ő az, akit 4000 éve ígérgetnek a proféták, és most itt van előttünk, csak mi nem akarjuk elfogadni? Így föl szoktam tenni a kérdést, hogy, és hát szoktam előadásokat tartani, zsidó rabbiknak is régen el szoktam mondani, hogy hát Jézus eljöveteléről van konkrét idői kijelentés a Bibliában. Hogy Jézusnak mikor kell fellépnie, 3,5 évig kell tanítania. Ez Dániel könyve 9. fejezetében egy úgynevezett 490 éves profécia hírül adja. Hogy nem lehet ezt elfogadni? Csak az a probléma, hogy ma a zsidók se ismerik a Bibliát, keresztények se ismerik a Bibliát. Akkor engem támadni akarnak, akkor kiszaggatnak egy mondatot egyik előadásomban. Egyszer azt mondtam, hogy már csak az ateistákba bízom. Mert tényleg ateista emberek jönnek hozzá, azt mondja, hogy tanár úr, tényleg a Bibliában megvan jövendőlve, hogy Jézus mikor fog fellépni? Mondom, igen, évre pontosan megvan, hogy 27-ben lép fel, és 31 húsvétján adja az életét, és még 3,5 évig a tanítványok csak a zsidóknak hirdetetik az evangéliumot. Dániel könyve 9. fejezetében 550 évvel az események előtt megjövendőlt, időbelileg megjövendőlt. Ki is adtam erről egy diagramot mindjárt, ha valaki kér, majd adok neki egy
színes diagramot, és Raj Tamás rabbinak, ha még valaki emlékszik rá, néhány éve halt meg, a világirodalmi lexikonban sokszor találkoztunk, és mondtam, hogy rabbi úr, én nem azt mondom, hogy higgyenek Máté evangéliumának, hát önök zsidók nem hisznek Máté evangéliumának, se Jánosnak, se, de Dániel az önök profétája. És ez Dániel könyvében van megjövendőle, pontosan, hogy mikor lép fel a megváltó. Hát miért mondta az Keresztelő János, hogy betelt az idő? Miért mondta azt Jézus, betelt az idő? Hát milyen idő telt be? Hát a dánieli 490 éves jövendőlés telt be. Tehát ő bizonyára már sok mindent tud, sok mindennel szembesül, csak nem akar dönteni. Olyan, mint Saul a damaszkuszi úton. Hogy mindent tud, de annál erőteljesebben azt mondja, hogy nem, mégse. Így is mondja Pál később, hogy én elvégeztem magamban, hogy a názáreti Jézus ellen sok ellenséges dolgot kell cselekednem, mert van ilyen az életben, hogy egy ember sok mindent megtud, de nem hajlandó dönteni. Már mindent tud, mindent lát, de nem vagy gyáva, vagy kitér valami elől a döntés elől. Tehát ez is, tehát Munkácsi a megbotránkozásnak legalább 4-5 féle árnyalatát fölvonultatja. Itt ugye ez a kemény megbotránkozás, hogy mi aztán nem, szóba se állunk vele, akkor van ez a csöndes, így meghunyászkodó megbotránkozás, akkor van ez a megyünk haza, aztán este mit csinálunk, ezt meg elfelejtjük, és van ez, hogy a lelki ismeretem már vádol, hogy ő igaz volt, mi meg fölfeszítettük. És erről szóltak a proféciák. Döbbenetes, hogy Munkácsi mit csinál, de a legdöbbenetesebb az, amit az arab lovassal csinál Munkácsi. Először is ugye azért emeli ló hátára, mert ki akarja emelni a tömegből. Hát ő nem olyan, hogy még most menjen ott a tömeg, nem. Azért van ló hátán, na de mit csinál? Megállítja a lovát, tehát tessék megnézni, hogy mit ábrázol Munkácsi. Én a diákjaimnak mondtam, hogy festményt azt tud elemezni, aki nem csak ránéz, hanem meg is látja, hogy miről van szó. Tehát most állítja meg a lovát. A tomporára teszi a másik készfejét, tehát ez teljesen nyilván, hogy meg akarok állni, és szembesülni akarok valamilyen. Most nem megyek tovább. Most ezen el fogok gondolkozni. És oda tekint Jézusra, és ha még kinagyítom, szinte mit adnánk a szájába? Mit mond ő most? Tessenek megnézni ezt a szigorú tekintetet. Kedves tanáromnak, Németh G. Béla professzornak tartozom mindig hálával, tulajdonképp minden előadáson meg kellene említenem a nevét. 31 éve, amikor kezdtem ezt az országjárást és ilyen előadásokat tartani, azt mondta nekem, hogy nézze János, ha maga 5 értelmes mondatot mond az embereknek el fognak jönni az előbb. Mert az embereknek mindig hazudoznak, mellé beszélnek. Mondjon 5 értelmes mondatot, és tanítsa meg az embereket, hogy ne csak gondolataik legyenek, hanem végig gondoljanak dolgokat. Mert gondolata mindenkinek van. Reggel fölkelünk, rögtön gondolkozunk. De ki az, aki végig gondol valamit? Hogyha én rossz dolgokat követek el az életben, hogy lehet azt rendezni? Hát úgy, hogy végleg halljak meg az életem végén, mert hát ez lenne a kiszámítható vég. Hát csak egy megváltás lehet, ha én nem tudom a múltamat helyrehozni, nem tudok jobb ember lenni saját erőmből, hogy az Isten eljön, a helyembe áll, azonosul a vétkeimmel, magára veszi a vétkeimet, és azt mondja, hogy ezt nem én követtem, ezt ő követte el. És ez a szeretet, ez a helyettesítés, ez kell, hogy ezt gondoljuk végig, hogy ki az Isten nem elfordult tőlünk, mint hogy a Madács ember tragédiájában olvassuk az első 3 szöveget, az Isten elfordul. Hát az Isten jön az ember után, és kérleli az embert, és mintha azt mondaná, hűha, hát nekem kellene ott lennem a keresztván, nem neki, nekem kellene. Hát akkor ő most mit tesz ezzel, hogy ártatlanul odaadja az életét. Végig gondolja. Igen, ezt magyarázta nekünk a tanárunk, hogy kedves diákjaim, az lesz ember az emberek között, aki végig gondol valamit. És ha végig gondolva látsz valamit, és tudod, hogy ez hova vezet, és tudod, hogy rossz helyre vezet, akkor neki se kezdje a dolognak. A gondolkodásban lehet a legnagyobb bizalmunk.
Ezért vagyok én egy lapnak munkatársa, ezt itt is lehet kapni az önök településén, ez a Nyitott Szemmel című folyóirat, aminek az a mottója, hogy a legjobb védekezés a gondolkozás. Ezt egy szegedi egyetemi tanár mondta, a legjobb védekezés a gondolkozás. Annyi sok bajtól megőrizhetnénk magunkat, ha végig gondolnánk dolgokat. Ne úgy gondoljunk végig, hogy már elkövettünk ezer rossz dolgot, aztán utána már késve végig. Hát előre is végig lehet gondolni. A legjobb védekezés a gondolkozás, és ingyenes. Hogy az emberek nem gondolkoznak, nagyon nagy árat fizetnek, ne tessenek el. Nem gondolkozó emberiség, nem gondolkozó nemzet, nem gondolkozó egyének nagyon nagy árat fizetnek. De ő megáll is azt mondja, hogy végig gondolom. Hát ha végig gondolom, akkor azt mondom, hogy ő a megváltó. És nekem ez erőt ad, hogy az Isten nem elfordul tőlünk emberektől, az Isten szenved velünk együtt, és az Isten ezzel akar fölébreszteni velünk, hogy ember, ocsúdjál már föl, hát a bűn fogságába, vagy a bűn végső következménye a halál, a megsemmisülés. Ebből föl kell ébredned, az életben kell föltámadnod a bűn fogságából. Munkácsi Jézus mellett a másik főszereplővé ezt az arablovas tette. Kézfejeket kinagyítok csak azért, hogy tessenek látni a technikát mikroszkópikusan, meg hogy ez a bitumen alap, és erről minden kontrasztosan jön elő, nem csak a fehér, a vörös, a kék, még a sötét barna is kontrasztosan jön elő a feketéből. De hogyha most a képet szétszedtük, akkor tessenek összeállítani, és hogyha ránézünk a képre, ezért Jézus után rögtön erre az emberre téved a tekintetünk. Egy érdekes anekdotát is fölidézek a könyvemben, mert tényleg elolvastam az utolsó sorig mindent, ami Munkácsival kapcsolatos. Munkács, amikor festette ezt a lovat, ugye szürke pejló, nem talált egész Párizsban szürke pejlóat. Ami neki, mint egy realista festőnek azért nagy csapás volt. Megint magyar ember nekem, hogy magyar ember, aki a Ortobágyon átmegy, azért szokott látni a lovakat. Nagyon el volt kedvetlenedve a Munkácsi, mondja a Malonyainak, a titkárának, hogy hát azért én mindehhez szeretek azért modelleket, fotó, minden. Omnibuszon mennek Párizsban, egyszer csak Munkácsi ki, azt mondja, ott van egy szürke pej. Leruhana az omnibuszról, átvág a Champs-Élysées-n, rendőrök néznek, leállítja a forgalmat. Tényleg egy párizsi úri hölgy, szürke pej, ló hintóban viteti magát, Munkácsi bekopog, ne haragudjon, nem vagyok őrült, csak magyar, festő vagyok, adja nekem két napra ezt a szürke pejlovat kölcsön, megabrakoltatom pénzt is, csak adja, mert nekem egy festményemhez kell a szürke pejlov. Nagyon elérzékenyülve olvastam, hogy ez a Munkácsi tényleg mire volt képes, hát aztán az asszony meg, mert először azt hitt, hogy ez egy őrült, hát mit akar egy szürke pejlóval, aztán nekiadta, és külön is megfestette, és a dolgozó szobája tetejére még egy kitömött szürke pejt is beszerzett. Szokták gyerekek kérdezni, hogy miért van ez a ló. Mondom, azért gyerekek, mert aki a régi világban ló hátán ült, az gazdag ember volt. A gazdag emberek is lehetnek jó emberek, ha gondolkoznak. Én személyesen el tudom önöknek mondani, hogy hajléktalanoktól milliárdosokig megismertem néhány magyar embert. A legnehezebb embercsoport a hajléktalan meg a milliárdos. Mert nem gondolkoznak. Az egyik be akarja csapni a másikat, ez a hajléktalannak többsége. A milliárdos meg azt hiszi, hogy ő az Isten. Amit ő elgondol, az biztos, hogy jó. Tőlem is kér az egyik tanácsot, de aztán mondja, hogy hát én kis hülye vagyok ahhoz képest, amit ő már erről ki. Tehát mondom, jó, hát ha nem fogadod meg, hát nem fogadod meg. Valahogy az agyrekeszekkel van mindig a baj. De azok a gazdag emberek, mert ez egy gazdag ember, nem is zsidó ember, mert a rasszisztikus vonások nem zsidó emberre valanak, de azok is lehetnek jó emberek. Itt nem az a kérdés, hogy ki a gazdag, meg ki a szegény. Ki az, aki gondolkozik? Ki az, aki, hogy mondta Pascal, aki naponként leül, és egy fél órát egyedül magában tölt gondolkozással. Csak ennyit kellene csinálni. Mivel az emberek ezt nem csinálják, mindig bőg a tévé, szól a zene, nem tudom én mi, az emberek agya szét van szitálva, és az embereket
Egyszer ide fújja a szél, egyszer oda fújja. Hol vannak itt emberek? Tessenek már nekem mutatni, mint Diogenész járhatok itt végig Dunaharasztiban is egy mécsessel a kezemben, hogy embert keresek. Tessenek talán a régi anekdotát olvasni, hogy fényes nappal Diogenész Athénba egy gyertyával jött. Diogenész megőrült, tehát mit miatt? Süt a nap, te meg gyertyával jött. Azt mondja, embert keresek. Embert keresek. Emberek csak ott vannak, ahol gondolkozó emberek vannak. És ezzel Munkácsi a gondolkozó hívő embereknek állított csodálatos emléket ezzel a bemutatással. Mert most vegyük számba, kik itt a hívő emberek? Hívővé lett a római százados, hitre jutott a jobblator, Mártának a hite csodálatos kitárulkozóit, ők itt vannak egy ilyen három részben, de hogy úgy mondjam, az ő fő alakjuk, az egész festménynek az egyik fő alakja, ez az arab lovas, akit Munkácsi nem véletlenül hoz aztán ki fehér ruhával, mert tetszettek látni, hogy a színvázatokon még nem ez volt, mert hogyha ránézek a képre, és főleg Munkácsi képei vörös szín, kék szín és a fehér szín. Nála a fehér az igazság, a tisztaság színe, a képnek mindig a legfontosabb színe. Tehát azt mondhatnám önöknek, hogy Jézus mellett azért a főszereplő, mert azt mondja, hogy ember, gondolkozol? Ne úgy legyél hívő, hogy babonákba higgyél, ne úgy legyél hívő, hogy hiszékeny legyél. A hiszékenység az nem hit, az a hit ellentéte. A hit igazi formájában a gondolkodásból nő ki. Állj meg egy kicsit, állj meg, állj! Az életbe tedd fel a kérdéseket. Ezért írtam én is a füzetek sorozatban egy külön kis füzetet arra, hogy mit tanít a Biblia az Isten keresésről? Keresni kell. Nem azért, mert az Isten elbújt, hanem azért, mert mi vagyunk távol a szeretet és az igazság Istenétől. És nekünk keresnünk kell az Isten, nekünk kérdeznünk kell. És a Biblia azt mondja, hogy akik szorgalmasan keresnek, azok megtalálnak. Példabeszédek 8. Jézus is azt mondja, hogy aki kér, az kap, aki keres, talál. A zörgetőnek megnyitatik. Máté 6, hegyi beszéd. Tehát ezért gondolom én azt, hogy Jézus mellett itt a legfontosabb szereplő ez az arab lovas, és rögtön magára is vonja a figyelmünket, és micsoda kontraszt azért ezekkel a megbotránkozó emberekkel, meg ezekkel a bolondságnak tartó emberekkel. A gondolkozás az az embernek a legnagyobb nemessége. Az ember nátszál. A természet legtörékenyebbje, de gondolkozó nátszál. A nátszálat lesodorhatja a szél, letörheti a tövéről, és a nátszál ezt nem tudja. De mi emberek önmagunkra is tudunk reflektálni, a sorsunkra is, életre, halálra tudunk. A koponyánkban minden összegyűlik, itt van a mikrokozmosz, a nagy makrokozmosz így gyűlik össze. Pascal híres gondolatai jutnak mindig az eszembe. Ha Munkácsinak ezt a gondolkozó arab lovasát bemutatom. És kedves hallgatók, Munkácsinak a trilógiája így lesz trilógia. Ilyen trilógiát senki nem festett. Két esemény a Pilátus előtti: első kihallgatás, második kihallgatás. És a trilógiát a konszumátum ezt koronázza meg. Időrendben ez az első, ez a második, ez a harmadik festmény. De egy német albumnak az elejéről fotóztattam ezt le. Tematikus rendben ez a trilógia. Nem időrendben mutattam be önöknek sem. A könyvemben mind a két szálat végig futom. Az első része a könyvemnek a 18 év időrendi bemutatása, miközben Munkácsi festi a trilógiát. A könyvem második része pedig ilyen sorrendben egy részletes festményelemzés, ami hát megtisztelő, hogy önök erre eljöttek. Nagyon szépen köszönöm, hogy önöket is érdekli Munkácsi. Önök is akkor beletartoznak abba a 3 millió magyarba, akik az elmúlt 20 évben elmentek Debrecenbe, vagy gondolkodás tárgyává tették Munkácsinak a festményét. És még azért azt is hadd mondjam el, hogy igazi festő a Golgotát feltámadás nélkül nem ábrázolja. Hol van itt a feltámadás? A feltámadás az elsötétülő baloldal után
a kivilágosodó fehér horizonton van, amit annál inkább megerősít, mert itt a Latornak a fekete ruhája a kontraszt ezzel a fehérrel. Nyilván a Jézus feltámadásáról is kell nyilatkozni egy festőnek. Méghozzá a halál előtt már a feltámadásról. Miért? Mert tessenek jól megjegyezni, hogy Jézus nem segíthette meg az Isten, ha velünk azonosult, ha a bűneinkkel azonosult. Ha magára vette a bűneinket, akkor Isten nem személyválogató, a saját egyszülött fiát sem mentesítette a végleges haláltól, és ez nekünk is egy felkiáltó jel, hogy addig még mi megmagyarázzuk a bűneinket, meg azonosulunk, meg azt mondjuk, hogy mi káromkodtunk, vagy üvöltöztünk, de ez most jó volt, addig nincs mentségünk. Ha én azonosulok a bűnnel, el fogok veszni a bűneimmel együtt. Jézus azonosult a bűneinkkel, ezért meg kellett halnia. Az utolsó pillanatban is kérhette volna Istent, hogy Isten vegyél le, mert ártatlan vagyok. Isten akkor megtette volna, hogy leveszi a keresztfáról, de akkor nekünk kellene mindannyiunknak meghalnunk. Ez az első dolog, amit ne tessenek elfelejteni, hogy Jézusnak meg kellett halnia, mert azonosult a bűneinkkel. Na de hol van a feltámadásnak a logikája? Az is egy egyszerű logika. Isten azt mondta, hogy, és már 1000 éve kimondta a Zsoltárok könyvében, van ez a mondat, nem engedett, hogy a te szented rothadást lásson. Jézus 3 napig azonosult a mi halálunkkal, de 3 nap után miért támadhatott föl? Azért, mert ugyan meg kellett halnia, mert azonosult a bűneinkkel, de saját személyes bűne nem volt. Ez is lehetett megváltó, mert ha lett volna egy személyes bűne, már nem adhatta volna az életét másokért, az emberiségért. Tehát Jézusnak azért kellett feltámadnia, nem azért, mert Isten mindent megtett, és ő a hatalom, és neki ő visszaadhatta az életét. Erkölcsileg is a feltámadás szükségszerűség volt, mert hogy maradhat a sír fogságában az, akinek nincs saját személyes bűne? Nem tudom, hogy érthető ez a két dolog. Tehát egyrészt a halál is elkerülhetetlen, mert azonosult a bűneinkkel. Másrészt a feltámadás is elkerülhetetlen, mert nem volt saját személyes bűne. És akinek nincs saját személyes bűne, azt Isten hagyja, hogy a sírba elrothadjon. Isten ezért adta vissza az életet, és ezt jelzi Munkácsi ezzel a fehér csíkkal ott a festmény jobb oldalán. Hát a Golgota olyan, amilyen, ez egy szemét lerakodó hely is volt. Jeruzsálem északi részén egy szemét lerakodó, egy gusztustalan terület. Az emberiség alkotóját itt vélték jónak 2 köztörvényes ember között felfeszíteni. Nézzük meg most hangtalanul a kinagyításainkat, és utána bármilyen kérdésre szívesen válaszolok.
Dr. Reisinger János irodalomtörténész előadás sorozatát látták a Városi Könyvtárból. A bő egy órás előadás után még sokan maradtak a könyvtárban, kérdéseket tettek fel az előadónak, tovább beszélgettek a látottakról. A beszélgetés után az este lehetőség nyílt a Munkács életéről és alkotásairól szóló könyvek, DVD-k megvásárlására is. Ezzel a Krisztus trilógiát bemutató sorozat végéhez értünk.